1918. december 1-én a románok gyulafehérvári nemzetgyűlése kinyilvánította azon szándékát, hogy Erdély, a Körösök vidéke, Bánát és Máramaros, összesen 26 magyar történelmi vármegye csatlakozzon a román királysághoz. Az új román állam megalakításának alapelveiként a gyulafehérvári gyűlés kinyilvánította a következőket. Teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő nép számára. Minden nép saját kebeléből való egyének által saját nyelvén fog élni a közoktatással, közigazgatással és igazságszolgáltatással. Minden nép a hozzátartozó egyének szám arányában képviseleti jogot fog kapni a törvényhozásban és az ország kormányzásában, valamint biztosítja a korlátlan sajtószabadságot, gyülekezési és egyesülési jogot. Egyenlő jogosultságot és teljes felekezeti szabadságot az ország összes felekezetének. Ezeknek az ígéreteknek az ellenkezője valósult meg. Az Európában példátlan nemzeti elnyomás, a magyar földbirtok és vagyon elkobzása, a magyar egyházak és iskolák üldözése és bezárása történt. A rendszerváltáskor, Románia Európai Uniós csatlakozásakor abban reménykedhettünk, hogy innen tovább a székelyek a maguk kezébe veszik Székelyföld fejlesztését. Ez nem teljesen így történt. Románia meg tudta tenni azt, hogy az uniós eszközöket úgy használja föl, amely Székelyföld elszegényítését eredményezze. Erőltetetten betagolták Székelyföldet a középfejlesztési régióban, ahol 2007-től a román többségű megyék Fehér, Szeben és Brassó rohamosan fejlődtek, míg Székelyföld stagnált. Tehát a kohéziós politika a középfejlesztési régióban a visszájára fordult. Ahelyett, hogy a különböző fejlettségű régiók közötti szintkülönbséget csökkentette volna, fokozta azt a székelyek kárára. Közben az Európai Bizottság rápillant Románia térképére, és mit lát? Van három régió Romániában, ahol az egyfőre eső nemzeti össztermék meghaladja az uniós átlagot. A nyugati régió, Bukarest, és a középrégió, amelyben Székelyföld erőltetve betagoltatott. Vagyis a román megyéknek a teljesítménye olyan magas, hogy az átlagot az uniós átlag fölé emeli, így fehérre festve megjelenik a bizottság térképén, és a kohéziós politika számára nincs tennivalója az Európai Bizottságnak, az Európai Uniónak. A régión belül pedig folytatódik Székelyföld elszegényítése. Tehát ezt azért hangsúlyozom, mert mi az autonómiáját akarjuk Székelyföldnek, de ugyanakkor ez a helyzet is fönntarthatatlan. Valószínű, hogy az autonómia kivívásával meg lehetne ezt a folyamatot állítani, de nem pusztán taktikai kérdés, hogy ezzel foglalkozzunk. Ez olyan, amely életbevágó, a kés a csontokig megy, és ezen változtatni akarunk. Tehát Székelyföld ügyét elvisszük, letesszük Brüsszelben a
vezetők asztalára, és szövetségeseket is találunk. Tehát ebben a perben, amely Luxemburgban lefolytattunk, három állam avatkozott be Magyarország a mi oldalunkon, Románia és Szlovákia és Görögország a bizottság oldalán, de a mi oldalunkon avatkozott be Kovászna megye, amelyik kárvallottja ennek a kohéziós politikának, és beavatkozó volt a Baszk Nemzeti Párt és a Breton Kulturális Intézet, akik felismerték Baszkföldnek és Bretánynak hasonló regionális érdekeit. Én mindenképpen sikernek értékelném azt, hogy sikerült az emberek fejében magát az autonómiát, mint koncepciót elültetni, és nagyjából kezdjük kapirgálni a felszínt, és értjük, hogy miben lenne az autonómiának a mi volta. Ebben nagy szerepe volt a tömegmegmozdulásoknak, a székelyek nagy menetelésének, illetve a március 10-i rendezvényeknek. Ott egy picit sikerült tiszta vizet önteni a pohárba, és megértetni az emberekkel, hogy az én kertemben én gazdálkodjak, mert én szeretném tudni, és én érzem jónak azt, hogy mit ültetek, és mikor születelek. Erről szólna az autonómia is.